Kedves nézőink, nagy-nagy szeretettel üdvözlöm Önöket, Bálint Tamás vagyok, a CETER Magyarország oktatási és marketing vezetője, és nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a CETER Magyarország első online gála prezentációjának a házigazdája lehetek. Előadásunknak a címe Immunerősítés a CETER megoldásaival. Úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy szeretnénk megmutatni azokat a termékeket, megoldásokat, amelyek általában a mindennapokban és jelen helyzetben is a segítségünkre lehetnek. Bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat kollégáim társaságában. Szeretném megkérni Dudás László ügyvezető igazgatórat, hivatalosan is nyissa meg a gála prezentációt. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. 1992 óta dolgozom a CETER Magyarországnál, mégis sosem éreztem ennyire aktuálisnak a küldetésünket. Mindig is az egészségről, mindig is az immunrendszerről és a hosszú életről, a hosszú egészséges életről beszéltünk. Napjainkban mégis sokkal aktuálisabbá váltak a termékeink. Ezért kötelességnek éreztük, hogy a mai nap folyamán beszéljünk arról, hogy hogyan tudunk az Önök egészségért tenni, és hogyan tudják a már meglévő CETER termékeiket használni az immunrendszerük erősítésében és az egészségük megérzésében. Fogadják szeretettel tőlünk ezt a mai prezentációt, és így annak a kötelességünknek is eleget fogunk tenni, hogy biztosítsuk az Önök remélhetőleg hosszú, egészséges életét. Köszönöm szépen, hasznos időtöltést kívánok Önöknek! Köszönöm szépen igazgató úr szavait, és akkor vágjunk is bele a közepébe. Az első termékünk a CETER Therapier Ion légterápiája lesz, amely többszörös tesztgyőztes termék. Szigeti Kálmán regionális igazgatórat kértük fel arra, mutassa be a terméket nekünk. Üdvözlöm Önöket! A világ megváltozott, változtattunk szokásainkon, kiürültek az utcáink. Ennek köszönhetően javarészt az emberek beszorultak, illetve egyre több időt töltenek el otthonaikban. Több időt töltünk el az otthonunkban tanulással, több időt töltünk el az otthonunkban a különböző munkavégzési folyamatokkal, és ennek előbb-utóbb az eredménye a beltéri levegő folyamatosan változik. Otthonaink levegő minősége 3-10-szer szennyezettebb lett, mint a kültéri levegő, és ennek köszönhetően számos olyan külső hatás ér bennünket, amely roncsolja folyamatosan mindannyiunk egészségét. Elkerülhetetlenül bejutnak otthonunkban azok a kórokozók, amelyek például a házipor, amelyek például a különböző virágokból származó pollenek, kedvenceink, háziállatainknak a szőrei, illetve az elhalt hámsejtjei, és természetesen a mikroorganizmusokat, baktériumokat és a vírusokat sem hagyjuk figyelmen kívül. Mindemellett természetesen azzal is szembesülnünk kell, hogy a világot, a környezetünket az emberek körülbelül 20%-ban megváltoztatták a különböző külső hatásokat, a gyárak és a különböző üzemek folyamatosan befolyásolják. Éves szinten több 100 millió tonna károsanyag kibocsátással találkozunk, nitrogén, króm és egyéb más szennyeződések. Arról nem is beszélünk, hogy a gépjárművek károsanyag kibocsátása is több millió tonna károsanyagot juttat a légkörbe, és ma már nem csak a külső térben, hanem az otthonainkban is folyamatosan ezzel együtt élünk. De beszéljünk arról is, hogy mi újság az otthonainkban. Az otthonunkban, a zárt térben saját magunk generáltunk egy mesterséges környezetet. A festékek, a szigetelések, a lakkok, a bútorok lakkozása, pácolása, a különböző modernebb, minimalista bútoraink, amelyek műanyagból készülnek, és a különböző hőmérsékleti változásoknak köszönhetően illóanyagokat engednek ki magukból, úgy gondolom, nagyon komolyan befolyásolják az életminőségünket. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a vegyszereinket sem. Éves szinten gyakorlatilag közel 70 000 különböző típusú vegyszer áll a rendelkezésére mindenkinek, arra, hogy tisztán tartsuk otthonainkat. De biztos jó ez? Azt szoktam mondani, feláldozzuk az egészségünket a kényelmünkért. Ugyanis a vegyszerek sajnos nagyon komoly, irritatív hatást váltanak ki az életünkben, és ennek köszönhetően komoly egészségkárosító hatással bírnak. Eljön a tavasz, és mindannyian várjuk a természet megújulását, de nem szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a polleneket sem, amik tulajdonképpen emberek millióinak az életminőségét nagyon komolyan károsítják. Februártól novemberig a szállópor koncentrátum mellett a pollenek nagyon komoly allergiás problémákat jelentenek a világon mindenkinek. Ha már a különböző veszélyekről beszélünk, úgy gondolom nem mehetünk el szó nélkül azok mellett, a különböző külső tényezők mellett, amelyek mesterségesen alakítjuk otthonunkban, ugyanis a penész egy elég komoly problémát jelent mindenkinek. Kutatók véleménye alapján, ha több mint 72 óra eltelik, és ez alatt a nedvesség tartalom 75%-án nem megy, ez a penész szinte minden otthonban, minden lakásban kialakul.
Nagyon fontos, hogy jelen esetben közel 80 olyan különböző fen és spóra áll a rendelkezésre az orvostudománynak, amely az egészségünket nagyon komolyan befolyásolja. Mi újság a poratkával? Nagyon komoly probléma ez is az életünkben, hiszen az életünk legnagyobb részét teszi ki a szállóporon belül. A poratkák igazából az ürülékük olyan szintű allergizáló hatással bírnak mindenki számára, amivel talán egészséges a korunkban nem is próbáltunk szembesülni. Nagyon komoly következményeket vált ki, allergiát, illetve aszmatikus problémákat. Ma már több mint 100 millió ember ezekben a problémáktól szenved. Éves szinten több 100 000 ember veszíti el hozzátartozóit, és ennek köszönhetően sajnos azt kell mondanom, hogy kényelmünknél fogva megpróbáljuk a vegyszereket bevinni az otthonunkba, ahogy korábban is említettem önöknek, de ennek a veredménye, hogy az allergiás aszmatikus problémák közel 15%-a ennek köszönhető. Beszéljünk egy kicsit magáról a szállóporról. A szállópor definíciója a levegőben található 10 mikronnál kisebb részecskékről szól. Ma már nem csak 10, hanem ennél sokkal kisebb 2,5 mikronos részecskékkel is találkozunk, amely az emberi szervezetbe bejutva komoly problémákat generálnak. A szállópor tulajdonképpen 10 mikronnál kisebb részecskéi úgynevezett inhalábilisak, tehát belélegezhetjük orrunkon, szánkon keresztül, és nem fog megállni a garatban, hanem folyamatosan befelé jut a szervezetünkbe. Már 4 mikronnál kisebb részecskék egészen a tüdő alsóbb régiójába is bejutnak, és a 2,5 mikronnál kisebb részecskék viszont egy biztos, soha nem kerülnek ki a tüdőnkből, a tüdőnkben levő hörgöcskéket teljesen eltömítik, és komoly, akár daganatos problémákat is okoznak. Mégis azt kell mondanom, hogy általánosságban mindenkünk egészsége mellett talán a legveszélyeztetettebb tábor egyrészt a szívbetegek, másrészt viszont a tüdő problémákkal küzdő emberek. Ebben az esetben különböző légszom, mellkaszorítás, keringési problémák és olyan mindennapos panaszokkal kell megküzdeniük, amely nagyon komoly mennyiségben zavarja az életminőségüket. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem halmazati tényezőként, hogyha ebben az esetben nem megfelelő a táplálkozás, nem megfelelő gyakorlatilag táplálkozás mellett dohányoznak, vagyis hát alkoholt fogyasztanak, sokkal komolyabban kulmálódnak ezek a problémák. Azt szoktam mondani, legfeltettebb kincseink a gyermekeink, és ez valóban így is van. Figyeljünk egy kicsit sokkal több időt rájuk, hiszen a gyerekeknél a szállópor koncentráció sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint a felnőtteknél. Egészen kicsi gyerekeknél átlagosan 80 cent és 1 méter között található az a magasság, ahol ez a koncentráció sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a légutakat, és ezért nagyon fontos rájuk odafigyelnünk. Mégis azt kell mondanom, a jelenlegi kialakult helyzet egy teljesen más képet vetít az emberek elé. Nem csak, hogy megváltoztak a szokásaink, hanem nekünk is kellett bizonyos újabb szokásokat fölvennünk. Oda kell figyelnünk önmagunkra, oda kell figyelnünk természetesen a környezetünkre, és ennek köszönhetően mindannyiunkra. Az olaszországi helyzet egy elég érdekes eseményt hozott a világon mindenhol. Gyakorlatilag mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy Olaszország felső úgynevezett gazdaságilag legerősebb ipari területe, elsődlegesen ugye Lombardia, az a rész, ahol a legnagyobb volt a fertőzés és legnagyobb sajnos a halálesetek száma. Ezen a képen nagyon jól lehet látni, két műholdas képet látnak egymás mellett. Az egyik 2020 januárjában készült, ahol az ipari terület szennyeződése még elég komoly, majd a másiknál lehetett látni, sokkal inkább csökkent. A kutatások nagyon jól igazolják, ezeken a képeken folyamatosan növekszik ezen a területen a fertőzések száma, ami viszont egyenesen arányosan összefügg a légkör szennyeződésének köszönhetően. Egy érdekes üzenetet hagyosszak meg önökkel. Alessandro Miani, az Olasz Környezeti Orvostudomány Társaság elnöke osztotta meg a világgal, a porral is terjed a vírus, mert hordozóként viselkedik. Minél több van belőle, annál több út nyílik a fertőzések előtt. Úgy gondolom, hogy fontos erre odafigyelnünk. Rögtön erre reagálva az Egyesült Államokban számos kutatás készült, és tökéletesen alátámasztotta ezt a feltevést, miszerint sajnos a koncentráció nagyon magas ebben az esetben, és több órán keresztül gyakorlatilag 3 óra elteltével gyengülnek csak a vírusok hatásai. Nagyon jól lehet látni ezen a képen, hogy hogyan is történik a szállóporra való rátapadása a vírusoknak, baktériumoknak, ami bekerülve a szervezetünkbe, ahogy előbb említettem, a 10 mikronos részecskék a tüdőbe, a 2,5 mikronos részecskék viszont teljes mértékben a légutak eltömítését eredményezik. Úgy gondolom a legfontosabb feladat mindannyiunk számára, hozzunk egy megfelelő döntést, és tegyünk az egészségünk érdekében.
A CEPTER ezt a megoldást már több mint 10 évvel ezelőtt kitalálta. Szoktam mondani, minden termékünknél tökéletesen megfelelő és tökéletesen igaz az, hogy mindig megelőzzük a korunkat. A légtisztító készülék nem csak egyben, a TerraPure Ion nem csak egyszerűen egy légtisztító, hanem egyben egy negatív öngenerátorral felszerelt készülék. Ennek köszönhetően nagyon nagy mennyiségben a szállópor és a cigaretta füstöt több mint 99%-ban megszűri. Fontosnak tartottam külön kiemelni azt, hogy a belélegezendő szállópor több mint 96%-át eltávolítja a készülék szinte perceken belül, ugyanígy a gombaspórák és a penész nagyon fontos, hogy több mint 90%-os veszteségével találhatunk már szembe magunkat néhány perc múlva, majd gyakorlatilag egy 10 perc elteltével szinte 99%-ban megszűrte mindezt. Ugyan a helyzet az antibakteriális problémákkal és természetesen az antiallergén anyagokra is nagyon komoly hatást bír a cég, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a 99%-át ennek is eltávolítja a Tokió Egyetem felmérése alapján. A rendszernek igazából az egész lelke egy 5 lépcsős szűrőrendszer, mindegyik szűrő más és más funkcióval bír. Az első úgynevezett elektrostatikus szűrő alapvetően a 10 mikronnál nagyobb részecskéket távolítja el. Majd utána a közepes szűrő következik, amely 1 mikronos részecskéket is eltávolít már a légkörből, és maga a HEPA filter, ami 3 mikronnál kisebb részecskéket is eltávolít, itt már különböző penész és különböző gombaölő anyagokkal történik ennek a bizonyos filternek a bevonása. A negyedik szűrőt tartom az egyik legfontosabbnak, mert ez az a szűrő, ami teljes mértékben eltávolítja a vírusokat, a baktériumokat és a különböző allergén anyagokat, és egy teljes mértékben tiszta levegőt juttat az ötödik szűrőhöz, ez nem más, mint maga az úgynevezett mikroszemcsés szűrő, amely több mint 1000 darab olyan apró kis aktív szenet tartalmaz, amely tökéletesen levegőnket megtisztítva, illatanyagmentesen juttatja a levegőt a negatív öngenerátorba. Ez a rész a terméknek az a legfontosabb része, ahol azokat a negatív ionokat kapjuk vissza, ami sajnos a zártérben nagyon minimális mennyiségben található. A képen láthatják, hogy 50 és 100 negatív ion található köbcentinként a zártérben, majd egyre inkább a kültéri levegőhöz eljutva, egyre inkább a természetbe jutva gyakorlatilag a vízeséseknél kérjük el a legnagyobb koncentrációt, ami megközelítőleg 100 000-es koncentráció, de a készülékünk ennél is többet tesz, hiszen 2,2-szer magasabb, azaz 220 000-es negatív ion koncentrációval bír. A készülék tökéletes megoldást kínál minden otthonunkban. Én úgy gondolom, a megjelenése teljesen letisztult, egy minimalista környezetben, de egy klasszikus környezetben tökéletesen megállja a helyét. Egy távirányítónak köszönhetően is képesek vagyunk üzemeltetni, de ha kényelmesebb, a kezelőpanel segítségével is képesek vagyunk léptetgetni azokat a funkciókat, amire szükségünk van. Nem csak nappal használhatjuk, hanem éjszaka is biztonságot ad az otthonunkban, hiszen éjszaka automatikusan lekapcsolja a saját fényeit, néma üzemmódba kapcsolva biztosítja az alvást és megfelelő negatív ion koncentrációt mindenkinek. A negatív ionok talán a legfontosabbak, úgy gondolom, mindannyiunk életében. Úgy szokták mondani, hogy a negatív ionok igazából nem mások, mint maga a levegő vitaminja. Néhány nagyon fontos dolgot azért kiemelnék ezekkel kapcsolatban. Serkenti a vérkeringésünket, az immunrendszerünket erősíti, enyhíti a különböző allergiás tüneteket, ami úgy gondolom jelen esetben nagyon sok embernél kialakulhat. Hatásuk van természetesen a nyugodt, békés alvásra. Ez igazából a cirkadián ciklusunk szempontjából lesz egy nagyon érdekes dolog, és igazából a kognitív szervünket, tulajdonképpen a tanulás és a koncentráció véget szintén erősíti. Amire kifejezetten büszkék vagyunk, hogy nem csak a termékről nekünk van egy saját különbejáratú véleményünk, hanem ahogy Tamás már az elején fölvezette, néhány évvel ezelőtt egy független cég Németországban tesztelt Európa általuk 9 legprofisnak mondható készülékét, és nagyon büszkék voltunk arra, hogy a mi készülékünk lett rögtön a tesztgyőztes. A jelenlegi helyzet 2020 elején egy újbóli válaszút elé állította a piacot, így gyakorlatilag a teszt elvégzése után újból megkaptuk ezt a minősítést. Több oldalon keresztül dicsérték termékünket, viszont ha megengedik, csak néhány gondolatot szeretnék önöknek kiemelve megosztani. Szinte nincs másik szűrőrendszer, ami olyan magas minőségű szűrést eredményez, mint a CEPTER TerraPure Ion készülék. Alacsony áramfogyasztása és alacsony üzemi hangja az érzékeny használóknak is kedvez. 25 és 130 négyzetméter között tökéletes megoldást kínál minden otthonban. A TerraPure készülék úgy gondolom valóban tökéletes megoldást kínál otthonunkban, és ennek köszönhetően a központunk egy tökéletes megoldást kínál jelen pillanatban önök számára is, ugyanis mostantól a készülékre 5 év garanciát biztosít. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzunk mindenkire!
Köszönöm szépen Kálmánnak a légterápia bemutatóját, és egy nagyon érdekes témával fogjuk folytatni, a bioptrom fénnyel. Szeretném a színpadra kérni Páfi Brigittát, a Medicare Brand igazgatónőjét. Sok szeretettel köszöntöm Önöket! A bioptron 30 éves, és ez a 30 év ez úgy telt el, hogy most már nem csak ígéret, hanem bizonyíték az, ami a kezünkben van. A bioptron fényterápia egy magyar feltaláló nevéhez fűződik, akit Fenyő Mártának hívnak. Fenyő Márta sok-sok évtizeddel ezelőtt olyan betegek emberekkel találkozott, több ezer nagyon beteg emberrel, aki miatt összeszorult a szíve, és úgy gondolta, hogy valami olyan eszközt, olyan módszertant kellene ezeknek a beteg embereknek a kezébe adni, amivel otthon tudják a sebeiket gyógyítani. Ugyanis súlyos, lábszárfekélyes, nehezen gyógyuló sebekkel küzdő emberekről beszélünk. 30 évvel ezelőtt, több mint 30 évvel ezelőtt megszületett ez az eszköz, amit akkor Evolite-nak hívtak. Ez a csodálatos élettörténet, amit a bioptron tudhat magáénak, Svájcban végződött, és onnan indult egy óriási földkörüli hódító útjára. A bioptron egy nagyon közkedvelt, nagyon ismert és nagyon szeretett márkanév. A bioptronnak sosem volt szüksége arra, hogy óriás plakátokon, televízióban vagy rádióban hirdessék, viszont ha megkérdezik az embereket, akkor 10 emberből 8 biztosan tudja, hogy egy gyógyító, az egészségünket támogató, a problémáinkat megoldó fényről van szó. Milyen fény az, amely képes a sebek gyógyítására, a sebek gyógyulási folyamatainak felgyorsítására, amely képes az immunrendszerünk erősítésére, vagy amelyrel tudjuk a fájdalmainkat csillapítani és a gyulladást csökkenteni. Sőt, milyen fény az, ami esetleg a téli depresszióra is megoldást kínál nekünk. Fenyő Márta határozta meg ezt a nagyon különleges fény definíciót. 4 féle definíciót állított fel, azt mondta, hogy polarizált, polikromatikus, inkoherens és alacsony energiájú. Ez a különleges fény, amiről beszélünk, 4 nagyon fontos tulajdonsággal rendelkezik. Polarizált, polikromatikus, inkoherens, alacsony energiájú. Én most a jelen bejelentkezés alatt nem térnék ki mind a 4-re, de a 2 legfontosabbat azt mindenféleképpen kiemelném. A képen látható, hogy a fény, amely tulajdonképpen szórt fény, és minden irányból érkezik, a képen látható, hogy mit jelent a polarizáltság, és mit jelent a polikromatikus fénytulajdonság. A polarizáltság azt jelenti, hogy egy tükör, Brewster tükör segítségével összetudjuk terelni a fény fotonjait, a fény hullámokat, olyan formában, hogy egy lineárisan polarizált, hogyha le akarjuk fordítani, akkor talán úgy tudnám mondani, hogy minthogyha vonalzó mentén kiegyenesítenénk, és hadrendbe állítanánk a fény hullámait. Ennek köszönhető, hogy már a fény be tudott jutni a szövetek mélyébe, és a sejt szinten képes volt kiváltani különböző pozitív reakciókat, hogy milyen reakciókat erről fogunk még beszélni. A másik képen láthatjuk, hogy egy polikromatikus fényről beszélünk, vagyis 480 és 3400 nanométer közötti tartományban több különböző hullámhossz az, aminek köszönhetjük a szervezetünket támogató hatást. Hogy ezek pontosan milyen tartományokat jelentenek, most nem elemezném külön, de egy nagyon fontosat kiemelnék, hiszen az, amiért mi itt vagyunk, az Önök immunrendszerének támogatása. És most szeretném megkérdezni dr. Weyer Pétert, hogy miért fontos az immunrendszer támogatása, és hogy milyen bizonyítékok vannak arra, hogy a bioptron ebben társunk tud lenni. A járvány idején, amellett, hogy rendszeresen kezet mosunk, megpróbálunk minél nagyobb távolságot tartani más emberektől, hogy a fertőzést elkerüljük, különös jelentősége van annak, hogy az immunrendszerünket sikerül-e megfelelően megerősíteni, és olyan állapotba hozni, hogy adott esetben fel tudja menni a küzdelmet a vírusos fertőzések ellen. Az immunrendszer karbantartásához több mindenre van szükségünk. Fontos az, hogy eleget aludjunk, hogy pihentek legyünk, hogy megfelelően regenerálódjunk a fárasztó munka után. Ugyanígy fontos eleme
az immunrendszer erősítésének a megfelelő táplálkozása, különböző vitaminok és ásványanyagok kellő mértékű bevitele a szervezetbe. A fényterápia is alkalmas lehet az immunrendszer erősítésére. Régóta alkalmazzuk különböző elváltozások kezelésében a fényelőnyös hatásait. A korábbi kísérletek, amiket vagy sejteken, vagy állatokban végeztek, azt mutatják, hogy két dolog egészen biztosan megtörténik akkor, amikor polarizált fénnyel kezelünk sejteket, amik az immunrendszernek a tagjai. Az egyik az az, hogy az immunrendszer sejtjei közötti együttműködést, kommunikációt felelős anyagoknak a mennyisége felszaporodik. Másrészt az immunvédekezésben lévő résztvevő sejtek működése is pozitív irányba változik. A különböző állatkísérletekből az is látszott, hogy a korábbi H1N1 vírusfertőzés időszakán sikerült bebizonyítani azt, hogy a fényterápia hatására a vírussal fertőzött egerekben a gyógyhajlam az jelentős mértékben javult, és jóval kevesebb volt a halálos kimenetelű betegség azoknál az egereknél, amelyeket fényterápiában kezeltek. Emberen végzett vizsgálatokon pedig azt lehetett látni, hogy a bőr valamely területének a naponta 10 perccel történő megvilágításának az eredményeként az előbb említett immunsejtek közötti működés az hatékonyabbá vált, és az immunrendszer védekező képessége jelentős mértékben javult. Tehát úgy tűnik, hogy a fényterápia is hozzá tud járulni az immunrendszerünk erősítéséhez, és így ennek alkalmazásával talán hatékonyabban tud majd a szervezetünk fellépni az esetleges vírusfertőzés ellen. Köszönjük szépen doktor úrnak a bejelentkezést, főleg azt, hogy ezekben a nagyon feszített időkben, amikor tudom, hogy egy nappal látéve ő is a frontvonalban van, és igyekszik legyőzni az előállt problémákat, rendelkezésünkre állt. Folytassuk egy kicsit még a bioptronnal. A bioptron, ahogy felsoroltam az elején, a fájdalom, a gyulladás, a téli depresszió, a szövetregeneráció és az immunrendszer támogatója. A fájdalmat és a gyulladást sosem szabad egymástól külön választani, ez mindig együtt járó két folyamat. A bioptron polarizált fény tulajdonképpen úgy segít a gyulladt és a fájdalmas szöveteknek, szerveknek a gyógyulásán, hogy javítja a mikrokeringést, tágítja az ereket. Hogyha tudjuk tágítani az ereket, ha tudjuk javítani a mikrokeringést, akkor képesek vagyunk arra, hogy megoldjuk a problémás terület vérellátását, illetve tápanyag, vitamin vagy esetleg gyógyszerhatóanyag ellátását. A téli depresszió az manapság egyre elterjedtebb és egyre szélesebb köröket érintő probléma, ami azért áll fenn, mert nagyon kevés a napsütötte órák száma, és nagyon kevés az a fénytartomány, amire nekünk szükségünk lenne télen is, ahhoz, hogy megfelelően egyensúlyban tudjuk tartani a neuroendokrin rendszerünket, a hormonrendszerünket. Innen a szerotonint ki is emelném, ami egy kifejezetten a hangulatunkra ható, nagyon fontos hormon, de erről még a mai nap lesz szó, más szakértőket is meg fogunk erről kérdezni. A szövetregeneráció, vagyis a sebek gyógyítása, az a bioptronnak a legelső ismert tulajdonsága volt, a legelső sikereket tulajdonképpen ezen a területen értük el. Ezek nagyon bonyolult biokémiai folyamatok, aminek lényege, hogy a sejtek adenozintrifoszfát termelését megemeljük, vagyis az ATP-t, ami nem más, mint a saját szervezetünk üzemanyaga.
Ennek következtében olyan bonyolult DNS és RNS reakciók, láncreakciók indulnak el a szervezetben, melyek a sejtek regeneráló képességét erősítik, támogatják. A Bioptron lehet használni önmagában, monoterápiaként, de a leggyakrabban akkor, amikor az orvosok javaslatára használják az emberek a Bioptront, akkor kiegészítő, komplementer terápiaként alkalmazzák ezt. Az immunrendszer támogatásánál még egy pillanatra megállnék, és visszautalnék Weyer Péter doktor úr szavaira. Én szeretném megnevezni azokat a sejteket, amelyre a Bioptronnak hatása van. Ilyen például azok a bizonyos hírvivő sejtek, a citokinek, akik elsőként reagálnak, hogyha valamilyen fertőzés ér minket. És még a lappangási idő alatt nagyon gyorsan eljuttatják az információt azokhoz az immunrendszer sejtekhez, amelyeknek ezt a csatát majd meg kell vívniuk. A Bioptronnak, a Bioptron 480-780 nanométer közötti immunmoduláló fénytartományának tulajdonképpen ezeknek a sejteknek a minőségére, mennyiségére és hatékonyságára van pozitív hatása. 2017 a Bioptron életében egy óriási áttörést jelentett, hiszen akkor szabadalmaztatták, és kaptuk kezünkbe a fullerén lencsét. Mi ez a fullerén? Mi az, hogy kvantumfénygyógyászat? Erről szeretnék önöknek egy kicsit többet beszélni. 1996-ban három kémiai kutató Nobel-díjat kapott azért, mert laboratóriumi körülmények között elő tudtak állítani egy molekulát. Ez a molekula egy szupermolekula, amit fullerén molekulának neveznek. 60 szénatomból áll, és egy nagyon speciális struktúrával bír. Ez a molekula óriási energiákkal is rendelkezik, ugyanis másodpercenként 18 milliárdos, nagyon speciális forgásra képes. Cégünk vezetői már nagyon korán felfigyeltek ebben a molekulában rejlő lehetőségekre, és energiát, odafigyelést és anyagiakat nem kímélve hosszú évtizedeken keresztül kutatták, hogy hogy lehetne ezzel a fullerén molekulával forradalmasítani a mi már bizonyított és sok évtizedre gyógyító bioptronfényünket. Ebben a kutatásban és ennek a kutatásnak a vezetője Gyuro Koruga professzor úr volt, aki könyvében több mint 300 oldalon írja és elemzi a tudományos hátterét a Bioptron hiperpolarizált fénynek. Mi is a hiperpolarizáció, és hogyan érjük ezt el? Tulajdonképpen a mi Bioptronunk, beszéljünk a Bioptron Pro 1-ről, beszéljünk a klinikai Bioptron készülékről, vagy beszéljünk a kézi Bioptron Medolról, mindegyik készülék ugyanolyan hatásmechanizmussal működik. Nem kell attól tartani, hogyha kisebb a lencséje, akkor esetleg nem hat olyan mélyen. Nem kell attól tartani, hogy esetleg nem ugyanabban a spektrumban. Ugyanabban a spektrumban, ugyanolyan mélyen váltja ki a hatását. De hogy az a szisztéma, amivel a Bioptron dolgozik, az hogy is lett még tökéletesítve, ahhoz a most látható képet kell először megérteni. A most látható képen, a legfelső sorban láthatunk olyan fényfotonokat, amely a szórt fénynek a teljes kusza rendezetlen fotonjait mutatja. A következő egyen lejjebb sorban már lehet látni egyfajta rendezettséget. Ez a mi Bioptronunk, amivel mindenki, akinek ez a mi Bioptronunk, amivel gyógyítjuk magunkat itt Magyarországon most már több mint 25 éve. Egy lineárisan rendezett, lineáris rendezettséget látunk ezen a képen. És hogyha az alsó sort nézzük, akkor onnan történt meg az a forradalmi váltás, amikor a lineárisan polarizált fényt egy hatalmas energiájú molekula segítségével megváltoztatjuk a fény terjedésének alakzatát. Miért van erre szükségünk, és mit tudunk mi ezzel kiváltani? Ahhoz, hogy ezt jól megértsük, ahhoz a következő ábrát kell jól értelmezni. A könnyebbség véget úgy állítottuk be ezt a képet, hogy a bőr
hogy a bőr keresztmetszeti ábráját is oda helyeztük a grafikon mellé. Az első a behatolási mélységet bemutató grafikonon a bioptronnak a hagyományos értelemben vett orvosi lencséjével mérhető behatolási mélységeket, illetve spektrumokat lehet látni. Ezek a spektrumok, ezek meghatározott mélységűek. Vannak olyanok, amelyek egészen mélyen, és vannak olyanok, amik kevésbé mélyen hatolnak be. Nem attól függ természetesen a gyógyító, a gyógyulás támogató hatása, hogy milyen mélyen hatol be, hanem attól függ, hogy milyen típusú fényről beszélünk. Vannak olyan fénytartományok, amelyek például antibakteriális hatást fejtenek ki. Vannak olyan fénytartományok, amelyek a hormonegyensúlyunkra hatnak. Vannak olyanok, amelyek a mikrokeringést, ez például az infravörös-vörös, ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert ezzel kapcsolatban ma még fogunk nagyon érdekes dolgokat hallani. A mellette lévő grafikon viszont valamiféle végtelenséget sejtett. A végtelenség az nem azt jelenti, hogy a szó igazi értelmében vett végtelenséget, hanem azt jelenti, hogy attól kezdve, hogy mi a kezünkben kaptunk 2017-ben egy új lencsét, amit ezzel a fullerén molekulával dúsítottak, attól kezdve már nem csak sejtszinten, hanem a sejtjeinket felépítő biomolekuláris struktúrák szintjén vagyunk képesek hatásokat kifejteni. Tulajdonképpen mit is tesz ez a fullerén lencse? Mit is tesz ez a hiperfény, és miért van jelentősége a számunkra? Hogyan kommunikál a fény a mi biomolekuláinkkal? A hiperfény a mi biomolekuláinkkal, a mi biostruktúráinkkal úgy kommunikál, hogy a hiperfény egy nagyon magasan struktúrált rendszer. Akkor, amikor a sejtjeink megbetegednek, és az ő szintén nagyon hasonló, magasan struktúrált rendszere tönkre megy, eldeformálódik, vagy valamilyen más szerkezetet vesz fel, és emiatt betegségek alakulnak ki, tünetek jelentkeznek, akkor a mi magasan struktúrált hiperfényünk keresi az hozzá hasonló szisztémákat. És akkor, amikor ez a találkozás megtörténik, akkor az épebb szisztéma felülírja az eldeformálódott beteg struktúrát. Ennek következtében tulajdonképpen öngyógyító folyamatokat tudunk generálni a saját szervezetünkben. Mindig az épebb struktúra találja meg és adja át a beteg struktúrának ezeket a magas rendszereket. A képen láthatunk egy olyan biomolekulát, amelynek a hasonlósága szinte megtévesztő a mi fullerén molekulánkhoz képest. Azért ezt hoztuk példának, mert ez a klatrin, ami egyébként egy fehérje természetű információ átadásban nagyon fontos sejt, tökéletesen leutánozza a mi C60-as fullerén molekulánknak a struktúráját. Mit köszönhetünk a kvantum hiperfénynek? Mivel tudunk többet nyújtani a saját szervezetünknek, hogyha mi ezt a hiperpolarizált lencsét használjuk a mindennapokban? Az immunsejtjeink számára a hiperfény az egy olyan táplálék, aminek segítségével emelni tudja a sejtszintű energiatermelést. Ha a sejtjeinket éppen tudjuk tartani, és minél több sejtünket meg tudunk épségben őrizni a hiperfény segítségével, akkor arra nyílnak lehetőségeink, hogy az egészséges sejtjeinkben az egészséges erőműveink, a mitokondriumok elegendő üzemanyagot, vagyis adenozin trifoszfátot tudnak nekünk termelni. Most a járvány idején, de a járvány elmúltával is mindenkinek életbevágóan fontos lesz, hogy az immunrendszerét minden nap támogassa. Az immunizálás, a bioptronizálás, az immunrendszer erősítése mindennapi feladatunká és rutinná kell válni az elkövetkezendő időszakban. Azok az emberek, akik esetleg nem foglalkoztak kellőképpen az immunrendszerükkel, nincsenek lemaradva. 2-3 hét
rutinnal az immunrendszerünket egészen jó állapotba lehet hozni. Ezt szakértők is megerősítették az elmúlt néhány napban. A hiperfény segítségével el tudjuk érni, hogy ha a sejtjeinket valami megbetegíteni, legyen az egy krónikus betegség, vagy legyen egy fertőzés, akkor a sejtek szerkezete azonnal megváltozik. Ha a sejtek szerkezete megváltozik, akkor nem lesznek képesek elegendő üzemanyagot, adenozin trifoszfátot termelni a számunkra. Tehát az emberi lét legalapvetőbb szükségletét, az immunrendszer jó működését tudjuk a Bioptron hiperpolarizált fénnyel támogatni. A hiperpolarizált fény kutatásai még jelenleg is folynak, de amire már bizonyítékaink vannak, azok nagyon biztatóak. A hiperpolarizált fénynek köszönhetően a fájdalomcsillapítás 40%-kal, a szövetregeneráció jelentősen fel tud gyorsulni, illetve hogyha minden nap találkoztatjuk magunkat a hiperfénnyel, akkor biztosítjuk a sejtjeink egészséges szerkezetét, ezáltal az immunrendszerünk nagyon nagy támogatást kap. Az a fantasztikus ebben az új szisztémában, hogy mindösszesen csak egy lencsét kell megvásárolni, egy lencsét kell kicserélni a már meglévő Bioptronjainkban. A Bioptron fejlesztői gondoltak arra, hogy nem kell egy új készüléket előállítani ahhoz, hogy a legszuperebb, legmagasabban kvalifikált fényt tudjuk magunkhoz venni, a gyógyító hatásával élni. Szeretném azzal zárni a gondolataimat, hogy ébresszük fel együtt az önök immunrendszerét. Mindösszesen naponta 2x10 percet vegyék elő a Bioptron készülékeiket, legyen az reggel és este, keressenek a Bioptronnak egy olyan helyet a lakásban, ahol állandóan jelen van, hogy ne felejtsék el használni. 3 hét alatt ezt a szokást rutinná tudjuk alakítani. Köszönöm szépen Briginek, hogy bemutatta nekünk a Bioptron legújabb fejlesztését. Jól látszik, hogy egy olyan cég, amely már több mint 30 éve bizonyít, több mint 3 millió háztartásban és professzionális felhasználónál ott van, nem hagyja abba a kutatást. A mérnökeink folyamatosan azon törik a fejüket, hogy lehetne a meglévő technológiákat még jobbá, még hatékonyabbá tenni. A következő termék, amellyel szeretném önöket megismertetni, a Bioptron termékcsaládnak egy újdonsága, amely nagyon gyorsan közel került az emberek szívéhez. 2019-ben ebből a termékből valósítottuk meg a legnagyobb forgalmat, tehát így előjáróban is érezhetik, hogy valami különlegességről lesz szó. Ez a termék pedig Medolite névre hallgat, a Bioptron család legújabb tagjáról van szó. Egy kicsi, kompakt, akkumulátorról működő, hordozható készülékről van szó, amely elfér akár egy női táskában, elfér a zsebünk ügyében, és bármikor tudjuk használni, hogyha szükségünk van rá. Szeretném azonban tisztázni, hogy a Bioptron Medolite nem helyettesíti az alap Bioptron készülékeket, sokkal inkább kiegészíti azokat. Miközben a Bioptron polarizált fényen működik és folyamatosan világít, addig majd látni fogják a Medolite pulzáló ledes technológiával a vörös és infravörös közeli tartományt használja. Mind a kettőben közös azonban, hogy fényen működik. A fény, bizonyára önök is tudják, egy elektromágneses rezgés. Elektromágneses rezgések körbevesznek minket a világban. Ilyen például egy rádióhullám. Nem sok vizet zavar, de legalább hallgathatjuk a rádiót. Ilyen például a mikrohullám. Na, ennek már kifejezetten hatása van a vízmolekulákra, így működik a mikrohullámú sütő. A napfénynek a látható fénytartománya is egy elektromágneses rezgés, nélküle nem tudnánk élni. A napfény UV tartománya már olyan, hogyha túlzásba visszük a napozást, kellemetlen folyamatokat indíthat el, és kárt tehet bennünk. De ott van a röntgen, ott van a radioaktív sugárzás, amely pedig már annyira erős, hogy képes a biológiai struktúrákat megölni. Nagyon fontos, hogyha általában fényterápiáról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy milyen fénytartományban gondolkodunk. Észrevettük, hogy a különböző fénytartományoknak más-más hatása van az emberi szervezetre. A kékről bebizonyosodott, hogy nagyon jó a bőrgyógyászatban, nagyon jó a pattanásokra az anti-aging ellen. A vörösről beigazolódott, nagyon jó használható fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre. A Bioptron kutatói most azt vizsgálták, van-e különbség aközt, hogyha például a fény folyamatosan világít, mint például a Bioptron alapkészülékek esetén, vagy hogyha pulzáló, mint például a Bioptron Medolite esetében. És a válasz egyértelmű igen. Az emberi szervezetben a szemünk az a szervünk, amely a beérkező elektromágneses sugarakból egy képet rak össze, ezt nevezzük látásnak.
De nem a szemünk a legnagyobb szervünk, ami lát, hanem a bőrünk. Abban az esetben, hogyha a bőrünket vörös, infravörös fénnyel kezeljük, akkor két enzimet, NADPH-oxidáz és NO-szintáz aktivizálunk, amelyek aktív oxigénformát és nitrogénmonoxidot állítanak elő. Hú! Hát ha most önök nem biokémikusak, akkor lehet, hogy arra gondolnak, hogy ebből nem túl sokat értettek, de nem kell félni, hiszen 1998 előtt mások sem. Akkor adtak ugyanis Nobel-díjat a nitrogénmonoxid felfedezéséért az emberi szervezetben. Előtte a nitrogénmonoxidot csupán mint gáznemű légszennyező anyag ismertük, tanultuk is annó az iskolában. Viszont ez a kutatás rávilágított arra, hogy ám bár csupán 5-től 30 másodpercig létezik a nitrogénmonoxid a vérünkben, mégis olyan folyamatokat indít el, amely életmentő lehet, a sejtek közötti kommunikációt segíti. Ez a kutatás rávilágított arra, hogy a szívbetegek esetén használt nitroglicerin tartalmú gyógyszerek működésének hátterében is nitrogénmonoxid felszabadítása áll. Konkrétan, amikor a szívbeteg rosszul van, és szerencsétlen majd meghalna, akkor ugye berakja a nitroglicerin tartalmú gyógyszert a nyelve alá, rengeteg sok nitrogénmonoxid szabadul fel, amelynek az egyik élettani hatása, hogy elernyeszti a símaizmokat. A szívben lévő nagyfokú feszülő fájdalom csillapodik, az erek kitágulnak, a paciens életben marad. Amikor ez a kutatás rávilágított arra, hogy a nitrogénmonoxidnak ilyen élettani szerepe van, akkor nagyon sok jóérzésű orvos azon kezdett el gondolkodni. Meg tudnánk-e valahogy növelni a vér nitrogénmonoxid tartalmát, de nem ilyen erős szívgyógyszerekkel, hanem valamilyen természetes úton. Az első kutatások a fényterápia irányába mutattak, itt kapcsolódott be a Bioptron a képbe. Abban az esetben, hogyha nitrogénmonoxidban gazdag a vérünk, az nagyon jó nekünk. Javítja a létfontosságú szerveknek a működését. Javítja, vagy segít elkerülni a tüdő oxigénhiányos állapotát. De ami talán az egyik legfontosabb, gyulladás csökkentő hatásának köszönhetően gátolja az érelmeszesedést. Képes megállítani annak a folyamatát. És ez nagyon-nagyon fontos. Mindannyian tudjuk, hogy amikor egy gyermek megszületik, akkor az érfalának átmérője teljes, nincsen rajta semmilyen lerakódás. Ahogy azonban öregszünk, a helytelen táplálkozás, a stresszes életmód, a mozgásszegény életmód miatt különböző lerakódások jelennek meg az érfalakon, és ez csökkenti annak átmérőjét. A kisebb átmérőn a szív nagyobb nyomással kell, hogy préselje a vért, hogy ugyanúgy eljusson mindenhova, és ennek megfelelően kialakul a magas vérnyomás, amely az esetek több mint 90%-ában szív- és érrendszeri megbetegedéshez vezet. Jó hír, hogy a nitrogénmonoxidnak jó hatása van a férfi libidóra is. Biztosan önök is ismerik a Viagrát, más nem hallomásból. A Viagrát is például szívgyógyszer kutatása közben, mint egyfajta pozitív melléktermék fedezték fel. Jó hír, amennyiben nitrogénmonoxidban gazdag a vérünk, akkor ifjúkori potenciánkat tudjuk a hölgyek örömére elővarázsolni. Emellett védi a magzatot is. Kismamák esetén ez nagyon-nagyon fontos. De ami számomra a legfontosabb, védi a motort. Még mindig a halálesetek több mint 70%-a szív- és érrendszeri megbetegedésekre vezethető vissza. Jó hír, hogy gátolja az allergiás reakciókat, illetve javítja a sejtek közötti kommunikációt. Az emberi szervezet rendkívül bonyolult, de mégis nagyon logikusan működik. Amikor levegőt veszek, bejön a levegő a tüdőmbe, onnan az ereimen keresztül eljut a sejtekig, és a sejt középpontjában lévő kis mitokondrium energiát állít elő. Megfigyelték, abban az esetben, hogyha vörös, infravörös fénnyel kezeljük a bőrfelszínt és a sejteket, azok jobban ellátják a funkciójukat, több energiát állítanak elő. Ez egy nagyon érdekes dolog, főképp annak tükrében, hogy minden egyes sejtnek van egy várható életciklusa. Hogyha ez betölti, úgynevezett apoptózis formájában, hát inaktívvá válik, elpusztul. Viszont, hogyha valamilyen támadás éri, legyen ez radioaktív sugárzás, vagy akár vírustámadás, akkor ez hamarabb is meg tud történni, ezt nekrózisnak nevezik. Ha vörös, infravörös fénnyel kezeljük a bőrünket, és nitrogénmonoxidban gazdag a vérünk, a sejtek kicsit tovább élnek, és ez idő alatt jobban ellátják funkciójukat. Ha mindezt kombináljuk a több mint 5000 éve ismert csakrapontokkal, akkor nem nehéz belátni, hogy egy-egy csakrapont kezelésénél nem csupán ezt a tenyérnyi felületet kezeljük, hanem a csakrához tartozó összes szervre jótékony hatást tudunk megvalósítani. Ezen kívül ugyanez igaz az akupresszúrás pontokra is. Minden nap tudunk tenni azért, hogy jobb egészségben tudjuk magunkat. A prevenció egy nagyon-nagyon fontos dolog, amely egy teljesen más életminőséget fog eredményezni számunkra.
Már magával a napfénnyel is lehet gyógyítani. Régen a háborúban, amikor nem volt gyógyszer, a betegeket kitolták a napra, hogy gyógyuljanak. Ma már sokkal pontosabban tudunk célozni. A Bioptron Medolite 108 darab nagy teljesítményű vörös és infravörös leddel rendelkezik. Mindegyik lednek a végén van egy 30 fokos prizma, amely koncentráltan engedi ki a fényt. Úgynevezett hidegfényről van szó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem vész el az energiának egy része hőenergiaként, hanem megy bele a bőrünkbe, nyilván nem gumikesztyűn keresztül, mint ahogy most ezt láthatják, hanem amikor a bőrünkre helyezzük. Én nagyon szeretem, ugyanis a kezelési távolság 0 mm, számomra még egy fokkal kényelmesebb a használata, mint a Bioptronnak ávány nélkül. És amiért nagyon szeretik az ügyfelek, az az egyszerű használat. Összesen 5 darab programja van a Medolite-nak. Az első program esetén a készülék csak simán világít. Ekkor egy ilyen nyugtató, relaxáló hatása van. Egy végig dolgozó stresszes nap után nem kell, hogy agyvérzést kapjunk, odarakjuk a készüléket 10 percre a harmadik szemünkhöz, majd 10 percre a hüvelykúj mutatóujj találkozásához, és egy ilyen teljes lelki béke, lelki nyugalom fog minket utolérni. A kettes fokozat a leglátványosabb, ebben az esetben a készülék ugyanis 10 hercen villog, 10 hercen pulzál. Az emberi szem számára zavaró, a sejtjeink számára viszont nyugtató hatású. Nagyon jó használható például viszér problémákra, viszerek, viszérkezdemények, esetleg viszérgyulladás esetén rendkívül gyorsan érezzük a megnyugtató hatását. Van ügyfelem, aki azt mondta, hogy ő legszívesebben még autópályán is használná, mert olyan, mint a rendőrségi villogó, hát ettől azért óvaintem önöket, hiszen ehhez természetesen külön felhatalmazás kellene. A készülék 3-as fokozaton tompa fájdalmaknak a csillapítására alkalmas. Ilyenkor 600 hercen villog, viszont ez már az emberi szem számára összefüggőnek látszik. Gondoljanak csak bele, a televízió 50 hercen már mozgóképet ad. A szemünk nem képes 600 hercet követni, de a sejtjeink igen. Hogyha önnek egy tompa fájdalommal kell megküzdenie, legyen szó fogfájásról, fülfájásról, fejfájások egy bizonyos típusáról, akkor a 3-as a megoldás. Nagyon szeretem a 4-es fokozatot, amikor a készülék energizál. Ha megengedik a kedves nézők, elmondom, hogy amikor ez a termék megjelent a Cepternél, akkor én azonnal 2-t vásároltam belőle, egyet saját magamnak, egyet pedig édesanyámnak. Néhány nappal később megyek haza, és látom, hogy jó anyám szent áhítattal nézi a tévében a Szulejmánt, és közben így vörösen világít neki a szíve. Mondom neki, mama, mit csinálsz? Azt mondja, drága kisfiam, kiolvastam a katalógusodból, energizálok. Na mondom, rálesünk másnapra, egy dózis Szulejmán, egy dózis Medolite, jó anyámmal madarat lehetett fogadni. Sőt, azóta is vannak ilyen kedvenc kis sorozatai, amiket neki kötelezően meg kell néznie. Az életének úgy vált részévé a Medolite, hogy az egyik kis, talán mostanság török sorozata alatt, amikor elindítja a sorozatot, behelyezi a szívéhez, és 10-15 percig ott hagyja. Én nagyon örülök neki, hiszen biztos vagyok benne, hogy önöknek is vannak olyan családtagjaik, akiket fontossági sorrendbe, ha kell, maguk elé is helyeznek. Na hát nálam édesanyám ilyen helyen szerepel. Az 5. funkciót pedig nagyon-nagyon fogják szeretni, ez ugyanis egy rendkívül erős, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatás. Szinte bármiről legyen szó, rendkívül gyorsan jelentkezik a hatás. Sok esetben az ügyfeleink, amikor személyesen van móduk találkozni velük, kipróbálják és 10-15 perc múlva már érzik. Ha megengedik, megosztom önökkel egy nagyon kedves barátomnak a példáját, ő André, a szlovén Cepter ügyvezetője. 54 éves, de hát ha megkérdeznék, mindig mondaná, ne, én 18 éves vagyok, 36 év tapasztalattal. Hát őszintén, ha valakinek már ekkora tapasztalata van, akkor általában szokott neki fájni a dereka, főleg ha annyit vezet, mint ő. André saját elmondása szerint örökre száműzte a derékfájdalmat, ugyanis ezt a készüléket az autójában tartja. Mikor elindul, bekapcsolja 25 percre 5-ös fokozaton, behelyezi az ingje és a háta közé, és úgy vezet. Hát szerencsére nekem nincs még ilyen problémám, de kipróbáltam, nem kényelmetlen, tehát ha valaki ilyennel küzd, akkor mindenféleképpen tegye meg. Hát drága nézőim, szeretném önöknek elmondani, hogy mindannyian, akik a Medolite-ot választják, fognak mellé kapni egy katalógust, amely a teljesség igénye nélkül 60 féle betegséget bemutat. Ott van például a stressz,
10 perc, 1-es fokozat, és ahogy mondtam, harmadik szem és két ujjunk találkozásánál használható. Ott van például a második sorban az inak és izmok húzódása. Aki aktív életet él, elkerülhetetlen, hogy ne történjenek vele apró kis balesetek. Ilyenkor 10 percig 5-ös fokozaton kell használni, a piktogram pedig azt mutatja, hogy oda rakjam, ahol fáj. Vannak olyan makacs sérülések, ahol kettőféle funkciót is kombinálunk. Például alulról a második sorban tetszenek látni, 10 perc 2-es fokozaton megnyugtatom, majd 5 perc 4-es fokozaton gyakorlatilag energizálok. És a végére kiragadtam még egy példát, alulról a második sor, alvászavarok. Az alvászavarok azért egy érdekes kérdés, mert kutatások szerint Magyarországon a lakosság 36%-a alvás problémával küzd. Majd ma még fogok erről beszélni, hogy lehet ezen segíteni, például a medolájtal. 10 perc 3-as fokozaton a harmadik szemnél olyan hatást ér el, amely segíti az alvás problémák megszüntetését és a nyugodt, pihentető alvást. És hát meg kell önöknek mondanom, hogy ha már alvásról van szó, abban az esetben érdemes tudnunk, hogy egy izgalmas témát nyitottunk ki. 2017-ben orvosi Nobel-díjjal jutalmaztak 3 kutatót a cirkadián ritmus szabályozó molekuláris mechanizmus felfedezéséért. Hát ez érdekesen hangzik. De mi is az a cirkadián ritmus? Génémet György urat kapcsoljuk, a Magyar Alvás Szövetség elnökét, aki beavat minket ebbe a témába. Jó napot kívánok! A Magyar Alvás Szövetség Központjából, a Budapesti Alvás Központból jelentkezünk, a cirkadián ritmusról lesz szó néhány gondolat erejéig. A cirkadián ritmus tulajdonképpen ez a biológiai óránk, a biológiai ritmusunk, amely valamennyi élőlényre jellemző. Az ember számára és ugyanúgy megvannak azok a nagyon fontos jelei, amelyek tulajdonképpen az egész életünket, a mindennapjunkat meghatározzák. Ez a fény és a sötétség, a nappal és az éjszaka változásai, erről van tulajdonképpen szó. És hogyha ennek a ritmusa megszakad valamilyen oknál fogva, valami megszakítjuk, szabad így mondani, mesterségesen, ennek komoly következményei vannak. A éjszaka az arra való, hogy aludjunk, a nappal pedig arra, hogy fent legyünk, és hát ehhez kell alkalmazkodnunk a szervezetünknek, és különösen most ezekben a bezáródó időkben, amikor a lakásba beszorulunk, akkor nagyon fontos, hogy megtartsuk ezt a ritmust, és úgy éljünk, úgy alakítsuk ki a napi rendünket, hogy semmilyen körülmények között ne menjen az alvás rovására. Tehát éjszaka aludjunk. Milyen következményei lehetnek annak, hogyha valakinek megszakad a, vagy megbomlik a cirkadián ritmus? Hát mindenek sem alvásbetegségek jöhetnek, az inszomnia talán az egyik legismertebb, de akár vérnyomás, szívproblémák, cukorbetegség, depresszió, tehát számos olyan következménye lehet ennek, aminek egyáltalán nem örülünk. Engedjék meg, hogy a bejelentkezésem alkalmával megmutassam azt a magyar alváskönyvet, amiből merítkezhetünk, és önök is. 19 kitűnő szerző ír el az alvással kapcsolatos legfontosabb teendőket, ismereteket. Érdemes ezeket tanulmányozni, különösképpen ezekben az időben, amikor nem csak a saját alvásunkra, hanem a gyermekeink és a családtagjaink, a hálótársunk alvására is illik fontos jobban odafigyelni. Szeretném megköszönni a találkozásunk alkalmával a Szepternek és a Bioptonnak azt az együttműködést, amelyet a Magyar Országi Alvás Szövetséggel közösen fejt ki. Közös megfigyeléseket, kutatásokat kezdünk el. Ezeknek az előkészítései már elkezdődtek, amelynek az lesz a célja, hogy megtudjuk azt, hogy hogyan tudunk még jobban aludni. Én magam részéről kívánok önöknek nagyon jó éjszakát és szép álmokat, természetesen megfelelő helyen és megfelelő időben. Nagyon szépen köszönöm Génémet Györgynek a rövid összefoglalóját a cirkadián ritmusról. Meg kell önöknek mondanom, hogy ez egy nagyon érdekes téma. Ahhoz, hogy jól aludjunk, és ahhoz, hogy energikusak legyünk nappal, azért a szervezetben nagyon-nagyon sok minden történik. Ilyen például a szerotonin és a melatonin hormon szinteknek a változása. Alapesetben ugye úgy néz neki a dolog, hogy amikor felkelünk a nappal, a nap felkelténél a kakassal együtt ébredünk, akkor a szervezetünk érzékeli a felkelő napnak a kékes sugarait, és beindul a szerotonin termelés. A szerotonin szint elkezd emelkedni, az addig alvásért felelős melatonin szint elkezd csökkenni, és lesz elég energiánk, hogy ezt a napot gyönyörűen végig dolgozzuk. És utána majd délután 5-6 óra fele, amikor csökken a fényterhelés,
és gyakorlatilag a nap elkezd lebukni, feloltjuk oda-haza a villanyokat, régen begyújtottunk a kandallóba, jön a sötétség, akkor pedig a szerotonin szint elkezd csökkenni, a melatonin szint elkezd emelkedni, és amikor pedig oda jutottunk, hogy ó, már este 9-10-11 óra lefekszem, akkor magas melatonin szint mellett álomra hajtom a fejem, gyorsan elalszom, és utána pedig egy pihentető alvást követően másnap energikusan indulok. Na, hát ez az, kedves hölgyeim és uraim, amit elfelejthetnek, a modern világnak a fényei nagyon komolyan bekavarnak ebbe. Illetve a szerotonin-melatonin szint változására is rá tudunk segíteni. Már az előbb beszéltem arról, hogy van egy készülékünk, amely akár az alvászavarokban is segít. Most szeretnék leleplezni egy másodikat, a Blue Dog-ot, amely a medolite család kékfénnyel működő tagja. Konkrétan 470 nanométer és 940 nanométeres fénytartományban működik. Az egyik élettani hatása, hogy amennyiben felkeléskor használjuk, segít a szerotonin szintünk növelésébe. Egy alvásterapeuta kollégát kérdeztem azzal kapcsolatban, hogy bonyolult ez az alvás dolog, és azt mondta nekem, Tamás, nem. Az alvással foglalkozó orvosok egyetértenek abban, hogy a képlet egyszerű. Ahhoz, hogy jól aludjunk, el kell fáradnunk napközben. Ahhoz, hogy elfáradjunk napközben, energiával kell rendelkeznünk nappal. Amikor reggel felkelünk és 10 percig itt a harmadik szemünknél kezeljük magunkat a Bioptronnak a kék fényével, a Medolite-nak a kék fényével, akkor a szerotonin szintünket feltoljuk, ezzel párhuzamosan a melatonin szint lemegy, és lesz elég energiánk az egész naphoz. Délután 5 óra után már ne használjuk, kivéve, hogyha esti buliba készülünk, ahol jól szeretnénk teljesíteni. A Blue Dog-nak köszönhetően a szerotonin szintet reggel feltolhatjuk, a melatonin ezzel lemegy, délután pedig visszaáll a dolog, és a melatonin megy fel, a szerotonin le, és be tudunk állítani egy olyan hormonháztartást, amely tökéletesen megfelel a cirkadián ritmus elvárásainak. Emellett szeretném, ha pontosan tudnák azt is, hogy a Bioptron Medolite Blue Dog kékfényének egyéb jó tulajdonságai is vannak. Mindannyian tudjuk, hogy nincs élet fény nélkül, de nem mindegy, milyen fény ér minket. Amikor a Blue Dog-ot használjuk, akkor élvezhetjük annak öregedésgátló hatását, más néven anti-aging funkcióját, amely eltolja az öregedésnek a jeleit. Ebben a mai világban, amikor nagyon sok feszültség vesz minket körbe, bizonytalanság és stresszesek vagyunk, másik fontos tulajdonsága, hogy segít minket a stresszoldásban, és a harmadik pedig javítja az anyagcserénket. Egy olyan készüléket kapunk meg a Blue Dog személyében, amely tökéletesen illeszkedik modern világunk kihívásaihoz. És hát kedves nézőink, akkor visszakanyarodnék egy pillanatra a cirkadián ritmushoz, hiszen ahogy Génémet György beszámolójából is hallhatták, ez nagyon befolyásolja a mi életminőségünket. Ne hagyjuk hát, hogy felboruljon az egészséges cirkadián ritmusunk, legyen részünk energikus nappalokban és pihentető alvásban. Ehhez a témához fog kapcsolódni Magyar Máté kollégám, aki beavat minket még egyéb érdekességekbe, és megmutatja nekünk a Cetter egyik legújabb fejlesztését. Én egyelőre köszönöm a figyelmüket, további jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen, Tamás, a szót! Üdvözlet mindenkinek, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Magyar Máténak hívnak, és a mai napon egy nagyon látványos és nagyon színes utazásra szeretném önöket invitálni. Egy utazásra a tudomány világába, ahol megígérem, hogy tolmácsra nem lesz szükségük, talán egy nagyon jó idegenvezetőre, és megpróbálok legjobb tudásom szerint a ma délután az önök idegenvezetője lenni ezen a fronton. Engedjék meg, hogy egy szólással kezdjem. Azt szoktuk mondani, hogy ha valami számunkra nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon fontos, ugye azt mondjuk, hogy vigyázzunk rá, mint a szemünk világára. Nézzük meg ezt a szólásmondást a valóságban, hogy tényleg vigyázunk-e egyébként a szemünkre, és hogy egyáltalán mik azok a dolgok, ami miatt ma vigyáznunk kellene a szemünkre, a látásunkra. Hát higgyük el, hölgyek, urak, hogy az elmúlt években, az elmúlt egy-két évtizedben nagyon-nagyon sokat változott a minket körbevévő világ. Rengeteg olyan külső hatás van, ami miatt azt mondják ma már ezzel a tudománnyal foglalkozó szakemberek, hogy bizony ma 3-4-szer több negatív behatás éri a szemünket, mint mondjuk ez 2 évtizeddel ezelőtt, ahogy történt. És nézzük meg pontosan, hogy ezek mik. Hát először is, ha most kitekintenek az ablakukon, akkor látják, hogy gyönyörűen süt a nap, tűz a nap.
nap, és a napnak nyilván van egy nagyon-nagyon fontos, pozitív része, de ennek a napnak van egy nagyon káros, ugye az egész szervezetre, és nem csak a bőrünkre, hanem bizony a szemeinkre is egy nagyon erős káros hatása, nevezetesen az UV-fényre gondolok. UVA, UVB és UVC fénysugarak, amikkel napi szinten meg kell küzdeni a szemünknek. Képzeljük el, hogy a szemünk egy rendkívül összetett és egy nagyon-nagyon bonyolult szerv, nem csak a látást szolgálja, hanem valamilyen szempontból van egy védelmi funkciója is a szemünknek. Ahogy megyünk egyre mélyebben a szem rétegei közt, egyre másabb és másabb sugarakat nyelnek el ezek a rétegek. Először is ott van például a szaluhártya, amit hogyha nem képes ugye elnyelni bizonyos sugarakat, akkor rövid idő alatt akár szaluhártya sorvadás következhet be, és ahogy megyünk egyre hátrébb, egyre több területet fog elérni ugye az UV, főleg B sugárzása. Rengeteg szempróbléma van ma már, amivel meg kell küzdenünk, ugye a szemérzékenység, különféle gyulladásos problémák, ott van a szürkehályog, ami bizony Magyarországon is betegség lett, és egy olyan betegség is egyre inkább elterjed, amit 15-20 évvel ezelőtt még csak nagyon-nagyon ritkán ismertünk, ez pedig a makula degeneráció. A szemnek a leghátsó része, ami gyakorlatilag a sárga foltot jelenti, ez a retina környéki rész, bizony oda is lejut az UV-nek körülbelül 1,5-3%-a, és ez szépen lassan, de sajnos nagyon biztosan szemkárosodást fog okozni mindenkinél. Hogy megfelelő védettségünk van-e ezek ellen, a fények ellen? Egy bizonyos korban igen, viszont két olyan terület van, ahol nagyon sok problémája lehet az embernek, ez egyfelől a gyermekek kora, hiszen gyermekeinknél még nincs meg a megfelelő védettség a szemben, ezért sokkal több káros fénysugár tud bejutni. A másik korosztály pedig nagyságrendileg 50 éves kor fölött, ugye, ahogy a kor előre halad, bizony a szemünkben lévő antioxidánsoknak a száma elkezd drasztikusan csökkenni, és kvázi a tudomány úgy mondja, hogy ezt a belső természetes napszemüveget egyre kevésbé tudjuk élvezni. Valamilyen megoldást mindenképpen kell alkalmazni, ugyanis a makula degeneráció ma a világon 75 éves kor fölött bizony minden harmadik embernél már egy meglévő probléma. Ennek a betegségnek sajnos a vége ez a teljes látásvesztés, a teljes vakság. A napfényén kívül vajon van-e az otthonaikban olyan eszköz, ami még károsítja, roncsolni tudja a szemünket? Hát sajnos van, vélhetőleg pont egy olyan eszköz, amivel ezt az egész délutáni prezentációt nézik. Ez az okostelefonjuk, a táblagépjük, a laptopjuk, lehet, hogy éppen valaki a televíziót használja ehhez, de rengeteg olyan dolog vesz ma körbe bennünket, aminek bizony rendkívül káros, szemet roncsoló hatása van. Biztosan hallottak arról, hogy ezek a mai zömmel, LED és LCD technológiával működő rendszerek tűéles képet adnak. Ez a tűéles kép ráadásul egy kékes spektrummal van ellátva, ami a szervezet számára egyébként egy nagyon káros, a szem számára egy nagyon-nagyon káros fényspektrum, fénynyaláb. Tamás kollégám az előbb beszélt arról, hogy ezt ma már sokszor este, éjszaka is használjuk, és ez valóban felborítja a szervezet normál hormonális folyamatait, illetve a szemnek is rendkívül rosszat tesz. Videójátékokat használunk, sőt, gondoljanak bele az elmúlt egy-két hét történéseibe, hogyha vannak gyermekeik, vannak unokáik. Ezek a gyermekek naphosszat ülnek ma a monitorok, a kijelzők, ugye a számítógépek előtt, és hogyha szeretnénk őket egy picit kikapcsolni ebből a közegből, akkor mennek és valószínűleg a videójátékot, a televíziót fogják használni, úgyhogy ma egy gyermek nem ritka, hogy akár 7-8 órát tölt gyakorlatban a kijelzők fénye és a kijelzők kép előtt. Ez biztos, hogy nem egy hasznos dolog, és hadd mondhassak önöknek egy harmadik, minket körbevévő, egészen káros dolgot. Körülbelül 10-15 évvel ezelőttig, amíg hagyományos wolfram szálas izzókat használtunk, ezzel a dologgal nem volt baj, viszont ha ma körbenéznek az otthonaikban, vélhetőleg különféle fénycsöveket, neont használnak, LED technikával világítunk, ma már energiatakarékos izzókkal, és ezeknek több fajtája van, ezek közül számos olyan fényhatás van, ami bizony a szemre megint csak egy károsító hatást ad. Nekem nagyon sok ügyfelem elmondja, hogy ha bemegy egy orvosi rendelőbe, ha bemegy egy plázába, bemegy egy nagyobb bevásárlásba,
bevásárló központba, akkor nagyon zavarja őt az a fény, ami ott van, de hát egy sötét napszemüveget nem vehet föl, a sima normál szemüvege pedig ez ellen nem jelent megoldást. Nos, mi összegeztük ezeket a problémákat, és a CEPTER kutatócsapata, orvosgárdája és mérnökei azt gondolták, hogy fejlesztenek egy olyan dolgot, ami már az előbb Pálfi Brigitta kollégámtól hallott fullerén, lencse, minden előnyét ötvözi, és valahogy próbáljunk meg egy olyan dolgot megalkotni, ami a világon elsőként tud az összes felmerült problémára egyben egy tökéletes választ adni. Hölgyek, urak, nagy büszkeség számomra, hogy bemutathatom a CEPTER cég legújabb fejlesztését, a világ első olyan szemüvegét, amelynek a lencséjébe C60 fullerén molekulákat integráltak a mérnökeink, és ezzel egy olyan komplex védelmet adnak a szemnek, és spoilereznék egy picit, nem csak a szemnek, hanem az egész szervezetünknek, amit mindenkinek a legjobb szívvel tudok ajánlani. Mindenféle túlzó részletesség nélkül 2-3 gondolatot fogadjanak el tőlem. Ugye Brigitta az előbb mesélt arról, hogy a fullerén milyen módon hat a mi szervezetünkre. Ugye elmondta azt, hogy vannak olyan biomolekuláink, amelyeknek gyakorlatilag ez az ideális struktúrája felborul. Képzeljék el, hogy ez a szemüveg úgy működik, hogy ha bármilyen fény éri ezt a lencsét, ez lehet a napfénye, lehet egy televízió fénye, vagy lehet éppen egy mesterséges fény az otthonunkban, akkor a fény hatására a már említett 18 milliárd fordulat per másodperces sebességgel egy rotációs forgómozgás kezdődik, és ezt a forgó energiát gyakorlatilag ugye a legrövidebb úton a szem idegein keresztül eljuttatja ezt az információt ugye az agyhoz a Tesla szemüveg, a Tesla Hyperlight szemüvegünk. A fényt gyakorlatilag hiperharmonizálni fogjuk, és egy rendkívül jó dolog és egy rendkívül izgalmas dolog történik, nem csak a szemünkkel, hanem az egész szervezetünkkel, ugyanis ezt az előbb említett felborult biomolekula szerkezetet a Tesla hiperharmonizációs fénye visszarendezi. Gyakorlatilag azokat a folyamatokat, amik felborultak bennünk az elmúlt időszakban, ezeket tökéletesen vissza fogja változtatni, egészen egyszerűen azzal, hogy ezt a szemüveget feltesszük a szemünkre. Egy egészen speciális és egészen sok irányú védelmet biztosít, természetesen kiszűri a UV káros sugárzásokat, ugye a legmagasabb UV 400-as védelemmel van ellátva a készülékünk. Másodszorban a kék kijelzők által indukált negatív fényeket is természetesen ugye megszűri, a szemünk már nem fogja megkapni ezeket a fényeket, mindahogy ugye ezeket a természetes beltéri világítások által generált nem megfelelő fényeket sem. Viszont innen jön egy izgalmas dolog, ugyanis a Tesla hiperharmonizációs szemüveg egy olyan fantasztikus dolog, ami sokkal-sokkal többet tud, mint amit mi is első pillanatban álmodni tudtunk róla. A fényt nem csak kiszűri, hanem transformálja, megváltoztatja a fény karakterisztikáját, a kék spektrumokat eltolja a szem és a szervezet számára sokkal hasznosabb sárgás irányokba, viszont szeretnék mindenkit megnyugtatni, a szemüveg viselése után én tökéletes színhelyes képet látok. Ha most fölveszem ezt a szemüveget, látják, hogy egy picit sárgás színű szűrője van, egyébként rendkívül kedvező és nagyon nyugtató hatása van a szemre, mégis a színhelyesség 3-4 másodpercen belül ugye beáll, hiszen az agy korrigálni fog. Hogy mit csinál velem pontosan a Tesla? Egészen egyszerűen a szem sugárizmait edzésben fogja tartani. Én nagyon sokszor elmondtam ügyfeleknek, hogy az én szememnek alapvetően nincs különösebben baja, nem viselek szemüveget, viszont nekem nagyon fontos volt mindig a prevenció, a megelőzés, és én elsők között voltam, aki azt mondtam, hogy az egész családomnak, édesanyámnak, kisfiamnak, feleségemnek, testvéremnek, és bizony jó magamnak ezt a készüléket hazaviszem, mert 15-20 perc alatt megértettem, hogy a következő 10-20-30-40-50, ki tudja hány évben, bizony napi szinten segítségünkre lesz ez a készülék. Egy sokkal kontrasztosabb és egy sokkal élesebb látást biztosít a szemüveg, illetve csökkenti a szembe jutó negatív fények hatását, csökkenti a szem fáradtságát, egy nagyon fontos információ,
illetve ahogy az előbb már említettem, rengetegen ugye fényérzékenységtől küszködnek. Nekem rendkívül sok ügyfelem mondja, hogy alig várja, hogy reggel miután fölébred, felvegye ezt a Tesla hiperharmonizációs szemüveget, és bizony nagyon sokan estig a televízió nézés utánig magukon viselik és magukon használják ezt a készüléket. Eddig 7 nemzetközi versenyen, feltalálói versenyen indultunk el, és hát az élet milyen, nagyon büszkék vagyunk rá, de mind a 7 versenyen aranyérmet hozott el a Tesla Hyperlite Eyewear szemüveg, és nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy hivatalosan a 2019-es monakói nagydíjon tudtuk, Forma 1-es nagydíjon tudtuk bemutatni ezt a szemüveget. De hölgyek, urak, mondtam azt, hogy nem csak a szemünkkel végez pozitív változásokat, hanem bizony az egész szervezetben pozitív változásokat indukál. Mind a hormonális állapotunkon, mind pedig a kognitív funkcióinkat tekintve. Mit is jelentenek ezek? Hormon szinten beállítja a ma már többször említett szerotonin és melatonin egyensúlyt. Különféle hormonoknak ugye a dopaminra, illetve a kortizol hormonra sajátos hatása van, úgyhogy ezt a szemüveg gyakorlatilag elvégzi helyettem. Mindamellett a kognitív funkciókat, amelyeket részleteiben egy jobb tanulási, ugye egy jobb tanulási lehetőséggel, egy jobb memóriával, egy gyorsabb szellemi, egy frissebb szellemi teljesítő képességgel jellemeznek. A kognitív funkciókat is különféle klinikai tesztek alátámasztják, hogy nagyon szépen tudja befolyásolni. Az én kisfiam jelen pillanatban otthon van, és talán a környezetházi feladatot írja, és napok óta használjuk a szemüveget az otthoni tanulásban, mert látjuk azt, hogy a figyelme, a fókuszáltsága sokkal-sokkal hosszabb távon kihat. Egy összefoglaló képet hoztam önöknek, ami megmutatja, azt gondolom, hogy ez a szemüveg nem csak egy-egy dolgot, mint a piacon kapható többi, talán konkurense, bár azt gondolom, hogy a Tesla Hyperlite Eyewear-nél még ezt a kifejezést sem kell használnom, hanem ez a szemüveg gyakorlatilag az összes említett dolgot együtt elvégzi. Együtt elvégzi úgy, hogy nekem semmi más dolgom nincsen, mint fölvenni ezt a szemüveget. Még egy érdekes dolog a gyakorlatból, nagyon sok ügyfelem elmondja, főleg idősebb emberekre jellemző, nem szeretik a napszemüvegeket. Én ezt mindig el szoktam mondani, egy átlagos, hagyományos napszemüveg a fénynek 85-90, sőt akár 95%-át kiszűri. Egészen sötét lesz a képe, nem igazán ad biztonságérzetet. A Teslát azért imádom, mert felveszem, és a fénynek gyakorlatilag nagyjából a 60%-át fogja kiszűrni, a 40%-át átereszti, de pontosan azokat a negatív sugárzásokat, amik a szem számára haszontalanok, kívül hagyja, megvéd engem teljes egészében. A szemüvegről talán még egy dolgot el lehet mondani, tökéletesen cepter minőség, ízig-vérig cepter minőség. A lencse egy nagyon speciális lencse, 5 különféle lencse rétegből áll, és gyakorlatilag ugye a már előbb említett C60-as fullerén van integrálva ehhez a lencséhez, tükröződés gátló réteggel, karcálló réteggel, párásodás elleni réteggel, és nagyon sok egyéb funkcióval van ellátva. A kereteket úgy alkottuk meg, hogy nagyon könnyű legyen, és egyáltalán ne zavarja a viselőjét ugye a mindennapi életében, ténykedésében. És hogy kiknek ajánlom ezt a készüléket, ezt valószínűleg sokszor el szokták mondani, hogy gyakorlatilag mindenkinek, de a Tesla szemüvegek esetében azt gondolom, hogy ez talán a legtalálóbb válasz. Én nagyon szeretem, hogyha ezt már egy kisgyermek használja, ugyanis az elején, ahogy mondtam, egy gyermeknek nincsen megfelelő védettsége a káros sugárzások ellen. Minden szemész azt javasolja, hogy minél hamarabb kezdjük el védeni gyermekeink szemének élességét, épségét, a látásunkat. Nagyon ajánlom idősebb korban is, az élesebb, a kontrasztosabb látás miatt, hogyha valaki televíziót néz, napi 20-25 perc tévénézés után ennek maradandó káros sugárzásai vannak. Hogyha szeretnénk különféle szembetegségeket megelőzni, gondolok akár a szürkehályog, a makuladegeneráció, a diotriás szemüveg viselésére, akkor a legjobb szívvel ajánlom mindannyiuknak a Tesla szemüveget. Sportoláshoz, autóvezetéshez kiválóan alkalmazható, kertészkedéshez,
és sok egyéb más olyan dologhoz, ami gyakorlatban a napjainkat képzi, és valóban a napjainkról szól. Hölgyek, urak, én azt gondolom, hogy sokkal több információ első körben nem kell. A lényeget igyekeztem elmondani, és reményeim szerint ez a rövid utazás mégis izgalmas volt, és gondolkodjanak el benne, hogy védjék azt a dolgot, ami az önök számára valóban a legfontosabb. Köszönöm szépen, váljék egészségünket! Köszönöm szépen munkatársaimnak a fantasztikus bemutatókat. Remélem, hogy önök is élvezték a látottakat, és kedvet kaptak ahhoz, hogy legújabb termékeinket is az otthonukban tudják. Használják meglévő termékeinket naponta prevenció és immunerősítés céljából, használják újdonságainkat azért, hogy teljessé tegyék ezt a képet. Azok számára, akik egészségpénztárral rendelkeznek, megjegyzem, hogy a Bioptron termékek, a Medolite termékek és a Tesla szemüvegek akár egészségpénztárra is megvásárolhatóak. Bízom benne, hogy jól érezték magukat, és ne felejtsék el a Cetternek a szlogenjét, Live Better, Live Longer, éljen jobban, éljen tovább. Köszönöm, hogy velünk tartottak.